A II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola 2006 óta minden évben megrendezi az intézmény névadója, a nagyságos fejedelem születésnapjára emlékezve a Rákóczi Napok rendezvénysorozatot. Az idei 4 napos program keretein belül megkoszorúzták Rákóczi lovasszobrát, valamint a fejedelem a főiskola épületében lévő mellszobrát. A tudományos tanács megtartotta ünnepi ülését, amelyen átadták az intézmény által alapított kitüntetéseket, a rektori, valamint elnöki okleveleket. A rendezvénysorozat keretén belül nemzetközi konferenciát szerveznek, és kiállítás megnyitására is sor kerül. Fontos tudnunk, hogy honnan jöttünk és hova tartunk, hangsúlyozta Csernicskó István, a Beregszászi Magyar Főiskola rektora. Intézményünk névadója a nagyságos fejedelem, aki rengeteg szállal kötődik ehhez a vidékhez, ahol az intézményünk működik, ahol az oktatóink, hallgatóink, kollégáink élnek. Fontosnak tartjuk, hogy a múltban gyökerezzünk, hiszen csak úgy tudunk előre menni, hogyha látjuk magunk mögött azt, hogy honnan jövünk, és hogy merre tartunk. Erőt ad mindenkinek az, hogyha észben tartja a történelmi nagyjainkat. Éppen ezért, amikor intézményünk felvette II. Rákóczi Ferenc nevét, azonnal megfogalmazódott bennünk az a gondolat, hogy minden évben emlékezzünk meg a nagyságos fejedelem születésnapjáról, de hát fura lenne egy sok száz évvel ezelőtti személyiségnek igazi születésnapi zsúrt tartani. Részben ezért is gondoltuk úgy, hogy egy olyan ünnepségsorozatot szervezünk köré, amely kicsit bemutatja azt is, hogy kik vagyunk mi, honnan jöttünk és merre tartunk mi ma itt, Rákóczi egykori népe. Így tehát mindig van tudományos konferencia, készülünk általában valamilyen képzőművészeti kiállítással, rendezvénnyel, és újabban fontosnak tartjuk azt is, hogy erre az eseményre hoztuk át munkatársaink, hallgatóink, kollégáink elismerését, díjazását. Hiszen tudjuk jól, hogy nincs olyan intézmény, amely önmagában működik. Egy intézmény működtetéséhez emberekre van szükség. Olyan emberekre, akik tudnak, szeretnek, akarnak dolgozni, és mi pedig hálásak vagyunk azért, hogy megteszik a magukét, hogy elvégzik a feladataikat, és megpróbáljuk ilyenkor egy kicsit rájuk irányítani a figyelmet. Úgyhogy igazából a Rákóczi Napok erről is szól, no és persze természetesen arról is, hogy megpróbáljuk életben tartani Rákóczi Ferenc emlékét. A díjazottak között volt a TV21 Ungvár stábja is. Kollégáink a Rákóczi Főiskola köszönő oklevelét kapták az első jótékonysági farsangi disznótor megvalósításának támogatásáért.